kollektív bűnösnek minősítettek minden magyarországi németet, mondván, hogy ők náci fasizták, és ezért el kell innen takarodni. Több mint két évtizede már, hogy megemlékezünk a kommunizmus áldozatairól február 25-én. Azért ezen a napon, mert 1947-ben ekkor tartóztatták le Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a szovjet hatóságok, ráadásul jogtalanul, majd hurcolták el és tartották fogva 8 éven át. Katona Csaba Tények és értelmezések címre keresztett előadásában felhívta a figyelmet az áldozat fogalmának képlékenységére. Igazából azt gondolom, hogy egészen addig hatnak ezek a szálak, amíg él egy olyan ember, aki ismert egy olyat, aki ismert egy áldozatot. Nyilván itt a mérték azért különböző, de és amely még egy dolog, ne felejtsük el, hogy a mai napig is vannak kommunista diktatúrák következésképpen. Azért sem szeretem a számháborúsdit ezzel kapcsolatban, mert itt emberéletekről van szó, minden ember élete értékes, egyeni, utánozhatatlan, és sajnos ez a szám ma is növekszik. A történész fontosnak tartja az edukációt, az ismeretterjesztést és a ködös megfogalmazásoktól való tartózkodást. Előadásában a rendelkezésre álló adatok alapján leginkább a miértekre kereste a választ. Két célja van ennek, ugye nyilván a történész legfontosabb feladata, hogy megpróbálja elmondani a rendelkezésre álló források alapján, hogy mi történt, de legfőképpen azt, hogy miért történt, tehát a megértést próbáljuk mindenek előtt előtérbe helyezni, de természetesen ennek van egy olyan szerepe is, hogy edukáció, nevezetesen, hogy soha többet ne történhessen meg hasonló dolog. Katona Csaba szerint azért is fontos a megemlékezés, hogyha már semmisíteni nem tudjuk a múltat, legalább tisztelettel adózzunk az áldozatok emléke előtt.